Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. A 48-asok előtt tisztelegtek, az egész Dél-Dunántúlon emlékeztek a szabadságharc hőseire. Személyesen vette át, Áldi Meola kapta idén Pécs kulturális nagydíját. Teltháza Balatonnál vitorlás verseny is várta a vendégeket a hosszú hétvégén. Az energiatermelés nemzetbiztonsági kérdés. Kovács Pál februártól államtitkárként dolgozik Paks 2 megépítésén. Tisztelet és hála az 1848-asoknak, hogy dicső örökséget hagytak ránk, mondta Szita Károly kaposvár polgármestere. A somogyi megyeszékhelyen immár hagyományosan több helyszínen megemlékeztek a 171 évvel ezelőtti eseményekről. Ágyú helyett koporsót visz a szekér, benne fekszik egy magyar honvéd tüzér. Koporsóján csákója és fegyvere, szemfedőül katona köpenyege. Hagyományosan a Széchenyi szobornál kezdődött a kaposvári megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A kaposvár helyőrségi zenekar vezényletével ezt követően az emlékezők a Petőfi szoborhoz sétáltak át, ahol verssel és énekkel idézték a 171 évvel ezelőtti történéseket. A Széchenyi és a Petőfi szobor megkoszorúzását követően a Kossuth téren kezdődött a megyeszékhely ünnepi műsora. Szita Károly kaposvár polgármestere beszédében hangsúlyozta, 1848. március idusa óta szabadok vagyunk, a legdrágább kincset kaptuk őseinktől, és ezt adjuk tovább gyermekeinknek is. Tisztelet és hála ezért az 1848-asoknak, hogy dicső örökséget hagytak ránk. Tisztelet és hála az 1867-eseknek is, hogy kiegyezést hoztak nemzetünknek. Tisztelet és hála az 1956-osoknak, akik Petőfi nevével áldoztak a szabadságnak, a magyar szabadságnak. A Kossuth téri ünnepi műsorban a Somogy Táncegyüttes, a Somogy Zenekar, a Z Generáció és a Kaposvári Egyetem Riprónai Művészeti Karának színművész hallgatói elevenítették fel zenében és prózában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és a kor hangulatát. Ezt követően a város és a megye vezetői, valamint a politikai pártok és a civil szervezetek is megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. Süli János miniszter a függetlenséget, Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke pedig a jövőépítését emelte ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen a Borjádi Petőfi méhesnél. Szakra magyar, híja haza. A Tolna megyei önkormányzat a Borjádi Petőfi méhesnél emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára, azon a helyen, ahol a márciusi ifjak egyik hőse szívesen töltötte idejét, és több ismert verse is ehhez a helyhez kötődik. A Kölesdi Zönge népdal kör és a Béri Balog Ádám általános iskola furúja szakkörének előadása után a negyedik osztályosok adtak ünnepi műsort. Gyűlölt ideget, önkormány érdekében! Süli János miniszter beszédében a Tolna megyei történéseket vette számba. Kiemelte, hogy a megyei közgyűlés már március 21-én rögzítette a forradalom vívmányait, később pedig 2000 nemzetőrt állított ki, mikor erre szükség volt. 1849. augusztus 6-án viszont az osztrák megszállás Tolna megyét is elérte. A forradalom és szabadságharc öröksége mégis a mai napig hat. Ahogy a miniszter fogalmazott, Budapesten és Pakson is azon dolgoznak, hogy az ország megőrizze függetlenségét. Ennek pedig egyik záloga a Paks 2, vagyis az energiafüggőség csökkentése. Magyarország az első között van Európában, aminek a legnagyobb a kitettsége, és ez, ha bármikor éveken belül megváltoznak az árak, akkor a magyarországi
fogyasztói lakossági árakat és az ipar versenyképességét nagyon fontos. Olcsó villamos energiát nem tudnánk tartani, ezért elengedhetetlen Paks megépítése. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke szintén ünnepi beszédében rámutatott, hogy a márciusi ifjaknak volt egy elképzelésük, milyen országban szeretnének élni, és ezért tenni is hajlandóak voltak. Elképzeléseik pedig a mai élőknek is vannak, hogyan fejlesztenék közvetlen környezetüket. A megyei önkormányzat dolga, hogy ehhez a segítséget is megkapják. Szép a táj, szép a környék. Vidéket meg kell őrizni, az emberek itt is aranyosak, tenni akarók, és egyébként szeretnék megvalósítani álmaikat. Nekünk is az a célunk, a megyei önkormányzatnak, hogy azokat az elképzeléseket, amelyet akár a topos programunkban, akár a különböző közösségi elképzeléseinkben meg akarnánk valósítani, sikerüljön befejeznünk. És akkor azt mondom, hogy sikeres Tolna megye. Az ünnepség végeztével megkoszorúzták a Petőfi méhesnél kialakított emlékhelyet. A nap folyamán itt szabadidős programokon vehettek részt az emlékezők, míg a közeli Tengelicen labdarúgó tornát szerveztek, szintén a megyei programok részeként, délután pedig a Sisaka Fiat koncertet ugyanott. Március 15-én azt ünnepeljük, hogy egy nemzet képes volt összefogni egy közös cél érdekében, fogalmazott Ács Rezső, Szekszárd polgármestere ünnepi beszédében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójának városi megemlékezésén. A szekszárdi Szent József iskola központ tanulóinak műsorába vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott megemlékezés Szekszárdon a Béla Király téren. Visszafelé építkezünk, tehát elkezdjük a szabadságharc leverésétől, és utána építünk vissza március 15-ig a forradalomig, majd visszamegyünk a szabadságharc leverésére, ahol az asszonyok és a lányok eltemetik a halottjaikat. A műsorban a szabadságharcosok vezetőjét játssza Kedves Benedek János. Azt mondja, számára március 15-e a magyarság összetartozását és szabadságát jelképezi. Egy nagyon fontos napja a magyar történelemnek, meg igazából szerintem itt a környező országokban is többen ugye a külföldi magyarok is nagyon fontos napnak, és szerintem megtartják ők is. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere ünnepi beszédében úgy fogalmazott, fontos nagyszüleink, dédszüleink hagyományait, valamint örökségünket ápolni, és minden körülmények között ragaszkodni a szabadságunkhoz. Amikor egy nemzet össze tud fogni, és mindentől függetlenül, politikai hovatartozástól, nemtől függetlenül mindenki egy cél érdekében teszi a dolgát, sőt annál többet is, 1848. március 15-e ebből a szempontból egy kiemelkedő és példamutató ünnepünk. Azt ünnepeljük ilyenkor, hogy megteremtődött egy közösség, megteremtődött egy egységes akarat, és teljesen mindenki ebben az egységes akaratban egy ország, egy nemzet akaratát látjuk, hogy egy kis település, település akaratát. Egy a lényeg, ha van egy jó közös cél, azért meg lehet teremteni azt az egységet, amely ezt a célt eléri, vagy részben eléri, és egy ideig fenn is tudja tartani. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójának városi megemlékezése koszorúzással zárult a Béla Király téren álló emlékműnél. A világ egyik legjobb gitárosa, Aldi Meola kapta idén Pécs kulturális nagydíját. A művészt élő legendaként tartják számon, többször választották meg a világ legjobb gitárosának. Aldi Meola személyesen vette át március 15-i koncertje előtt a díjat. A Grammy-díjas gitár, hegedű, zongora művész, zeneszerző és producer a pécsi közönség számára nyújtott páratlan kulturális művészeti élmény szolgálata, a zene iránti szenvedély átadása, valamint Pécs a kultúra városának nemzetközi promóciója terén végzett tevékenységének elismeréseként kapta a kitüntető címet. Kolléganőnk, a Pannon Televízió munkatársa Vig Gabriella nyerte el idén Pécs sajtódíját, a Váradi Ferenc díjat. A kitüntetést a közgyűlés a regionális eseményekről szóló hiteles, valósághű, sokoldalú közösségi tájékoztatás, továbbá Pécs kulturális adottságainak változatos bemutatása terén elért sikereinek elismeréseként adományozta. Páva Zsolt polgármester beszédében emlékeztetett, március 15-éhez a szabadságharchoz kötődően minden évben a szabad sajtóra emlékezve adják át ezt a díjat.
Nagyon sokat jelent, nagyon köszönöm és nagyon hálás vagyok mindenkinek, azoknak a kollégáimnak, akikkel valaha együtt dolgoztam, mert én úgy érzem, ez a díj nem csak engem illet, ez nem egy személyes munka, nagyon jól tudjuk, és az elmúlt 25 év alatt rengeteg átalakuláson, televíziós, rádiós munkán keresztül mentem, és ugye nagyon sok munkatársam volt, úgyhogy én nagyon köszönöm, és azoknak is, akik ezt észrevették és értékelték, és a mai napon, főleg a Szabad Sajtó napján én ezt a megtiszteltetést most megkaptam. A romantika még a forradalmi időkben sem hiányzott az emberek életéből. Szőlősgyörökön negyedik alkalommal rendeztek konferenciát az 1948-49-es forradalom és szabadságharc, valamint a szőlősgyöröki csata emlékére. A márciusi ifjak emlékének őrzése és tisztelete fontos a szőlősgyörökiek számára, hangsúlyozta Klotz Péter a település polgármesterek köszöntőjében. A már negyedik alkalommal megrendezett egésznapos konferencián új előadókkal és eddig kevéssé ismert témákkal, tényekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. Minden egyes alkalommal előkerül valami olyan új, amiről egy az, hogy nem is tudtunk, kettő az, hogy számunkra is olyan új információ, ami a következő éveket valamilyen formában meg fogja határozni, vagy meghatározni. Az 1848-49-es szabadságharc egyetlen norvég honvédje Gregersen Gudbrand volt, aki ácsként és legkisebb fiúként került Magyarországra. A szabadságharcba úgy került, hogy ő felvették, önként jelentkezett a negyedik számú mérnökcsapatba, és Paksnál pontonhitat vert a honvédsereg számára. Ennyit tudunk szabadságharcbeli tevékenységéről. Utána elment egy időre Magyarországra, aztán visszajött, és hamarosan hát egy nagyon jó menő vállalkozásba kezdett. A konferencia résztvevői Petőfi és Jókai barátságáról, majd kapcsolatuk megromlásának okáról is hallhattak érdekes előadást. Petőfi ugyanis nem nézte jó szemmel Jókai és a nála 8 évvel idősebb színésznő Laborfalvi Róza szerelmét. Petőfi meg akarta védeni a kis öcsét, és ezért nem túl szép dolog, de így történt. Jókai édesanyjának Komáromba írt egy levelet, amiben hát kedves asszony néném megszólítás után elmesélte az egészet, hogy miért is nem barátkozik ő tovább Jókaival. De az volt a furcsa, hogy nem fogta föl, hogy tulajdonképpen egy fiú édesanyjának írja a levelet. A konferenciára nem csak helyiek kíváncsiak, az ország minden részéről érkeznek érdeklődők. Az egésznapos előadás sorozatot misével és vacsorával zárták. Megteltek a Balatonparti szállodák az év első hosszú hétvégéjén. A hotelekben elsősorban belföldi vendégek, családosok pihentek. A kikapcsolódáson túl számtalan programmal is készültek a települések. Balatonlellén vitorlás versennyel várták az aktív életkedvelőit. Oh, hú, hú, edzésre is jó. Egy kis bemelegítés a verseny előtt. Balatonlellén egész télen szerveztek regattákat a vitorlázás szerelmeseinek, így télen is szinte folyamatos teltházzal üzemelt a szálloda. Az év első hosszú hétvégéjén egy újabb verseny csábította a vendégeket. Hetekkel előre elkelt minden férőhely. Eleve jó helyen vagyunk, mert itt a wellness, és itt a gyerekek is jól érzik magukat, meg a gyerekek is vitorlázhatnak, és egyéb programok is vannak itt a télen, többféle program volt, gasztró, most is van egy, úgy tudom, egy rendezvény, ahova, egy pesgő fesztivál, ahova át is tudnak olyanokat vinni, akik átmenjenek, úgyhogy nagyon, nagyon jó a kínálat. A tavaszi regatta a záró rendezvénye volt a téli négyfordulós vitorlás versenysorozatnak. A szervezőket és a rendezőket azonban meglepte a kora délutántól uralkodó szinte teljes szélcsend. Így a döntőket már nem lehetett elindítani. Eredményt is a háromforduló eredményei alapján hirdettek, ugyanakkor a magas részvételi számok a versenyeken azt bizonyítják, van létjogosultsága a téli vitorlás versenyeknek. A szálloda programszervezői azokra is gondoltak, akik nem a vitorlázást részesítik előnyben. Sauna szeánszokkal készülünk, sauna mester várja az érdeklődőket és az ide látogatókat, illetve a wellness részleg folyamatosan üzemel, és még a kültéri élmény szaunánkat is lehet látogatni. A Balaton partján az év első hosszú hétvégéjén sok helyütt várták a pihenni vágyókat aktív kikapcsolódást biztosító programokkal, csak úgy, mint gasztronómiai különlegességeket felvonultató fesztiválokkal, vagy épp a balatoni pezsgőket bemutató pezsgőszalonnal. Több százan látogattak ki a siófoki hajóállomásra, a második gasztromustrára a hosszú hétvégén. A felállított sátrakban a tradicionális ételektől a street foodig minden megtalálható volt.
Az egyik legkelendőbb étel a második gasztromustrán a tócsni volt, amely lényegében nagyon egyszerű étel. Reszelt krumpli, liszt, tojás és fűszerek összekeverve, majd forró olajban megsütve. Ennél a sátornál azonban különleges változataival találkozhattunk. Tovább gondoltuk úgy, hogy elkészítjük mi az alaptócsni tésztát, ugyanaz a fűszerezéssel, mint a mamáink csinálták, csak nagyon pici szerecsendióval én mégis pékelem még, de csak egy csipettel tényleg. És feltétnek például harcsapaprikás készítünk rá, szürke harcsából, vagy főtt, sült csülökkel, a tetején egy kis tormás tejföllel meglöttyintve. József 60 kiló tócsni tésztát készített a 3 nap során, amelynek akkora volt a sikere, hogy vasárnap délután 1 órára már el is fogyott. Az édesebb ízek kedvelői házi nyújtott rétest is kóstolhattak, amelyet helyben nyújtottak. De voltak paleó csemegék és különleges sajtok is, mint például a mézes diós vagy mákos. Egyedül azt nagyon meg kell tanulni, hogy melyik fűszerpérénket, vagy melyik fűszernövényünket, hogyan, milyen formában és milyen eljárással lehet a sajtba ültetni ahhoz, hogy az a hasznunkra váljon és ne ártson a sajtnak. A kiadós gasztrotúra után sokan választották a Balaton partját egy kis séta, madáretetés, játék vagy éppen napfürdőzés helyszínéül az idei első hosszú hétvége utolsó napján. 3 milliárd forintból újulnak meg a balatoni szabad strandok a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának köszönhetően. A fejlesztésnél irányadó szempont volt a családbarát szolgáltatások, a vízi attrakciók és a sportolási lehetőségek bővítése, de a szezon hosszabbító projektek is nagy hangsúlyt kaptak. Somogy megyében több település is sikerrel pályázott, van olyan strand, ahol műjégpályát alakítanak ki, máshol futópályát és új játszótereket építenek, de lesz vízenúszó kalandpark is, és szinte minden nyertes strandon korszerűsítik a vizes blokkokat. Most még homokkal borított a sétány a balatonfenyvesi szabad strandon. Hamarosan azonban ezt is díszburkolat váltja fel a település által elnyert pályázati pénznek köszönhetően. A környezetrendezés mellett lesz itt sportpálya, ami télen jégpályaként üzemel, és gyermekbarát vizes blokkok a családi fürdőhely jegyében. 250 millió forintot sikerült nyernünk, az 250 milliárd forint. Én azt gondolom, hogy ezzel olyan strandi fejlesztések is megvalósulhatnak, amikről csak álmodtunk és görgettük magunk előtt, hogy de jó lenne, hogyha ezek elkészülnének. A szomszédos Fonyód ennél is magasabb összegre pályázott sikerrel. A város 5 szabad strandját összesen 450 millió forintból fejlesztik majd. A megvalósításra váró projektek közt szerepel például egy partmenti futópálya 1300 méteren, 2 új játszótér és egy vízenúszó kalandpark is. A városi strandon a nagy projektelemünk az egy már meglévő 300 négyzetméteres épületnek a felújítása, átalakítása lesz, ahol babamama szoba, gyermekfoglalkoztató és egy beltéri gyermekjátszóház is ki lesz alakítva, hiszen Fonyód egy családbarát város, és ezért azt gondoltuk, hogy a városi strandon erre nagy szükségünk van. A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán most csak szabad strandok indulhattak. Az Aranyparton egy 1400 méteren burkolatcserét fogunk végrehajtani. Ezen a területen lesz 2 darab új strandröplabdapálya, 2 tégbólpálya, egy lábteniszpálya, ezen kívül azt hiszem 70 darab padot fogunk letelepíteni. A fejlesztések eredményét a helyiek és a turisták már idén-nyáron élvezhetik, hiszen a munkálatokkal minden érintett településen június 30-áig végezni kell. Sajtótájékoztatót tartott a regionális média képviselői számára a februárban kinevezett Kovács Pál államtitkár. A nukleáris szakember elmondta, hogy a hazánkban termelt villamos energia felét, azaz a hazánkban elfogyasztott villany harmadát a jelenleg működő atomerőmű biztosítja. Ennek élettartama 2032-37 között lejár. A biztonságos, megbízható energiatermelés nemzetbiztonsági kérdés, mellyel a jelenben is folyamatosan foglalkozni kell. A Moszkvában atomerőművek és berendezések szakán mérnök hőfizikusként végzett szakember sajtótájékoztatóján elmondta. Magyarország áramfogyasztása soha nem látott méreteket ért el az elmúlt évben. Idén már több alkalommal megdőlt a rendszer terhelési rekord. Bár az energiatakarékos eszközök alkalmazása terjed, ennek ellenére a gazdaság fejlődése miatt a villamos energiafogyasztás nő. A paksi atomerőmű 2 új blokkjának megépítését elsősorban azonban nem ez, hanem a meglévő áramtermelő kapacitások kiesése teszi szükségessé. Az államtitkár kiemelte,
A szénerőművek és egyéb konvencionális erőművek alkalmazása versenyképtelenné válik, mert az energiatermelés befolyásoló tényezők megváltoztak, továbbá a klímavédelmi célok elérése elsődleges szempont lett a szakemberek számára. A megújuló energiaforrások és az atomenergia párhuzamos alkalmazásával tudjuk megteremteni egyszer az energiaellátást és az energiaellátás biztonságát is. Magyarán szólva kell mindig a megújuló energiaforrások mögött olyan energiaforrás, amely masszívan bármilyen körülmények között képes az áramellátásra versenyképesen, biztonságosan és megbízhatóan. Az atomenergia az pontosan ilyen. Az államtitkár hozzátette. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, azaz az OECD friss tanulmánya szerint a megújulók arányát gazdasági és technológiai szempontból legfeljebb 30%-ban javasolt alkalmazni az energiakosárban. A MAVIR közelmúltban megjelent kapacitás elemzése kapcsán Kovács Pál megjegyezte, hogy az előrejelzések szerint 2033-ra a hazai energiakapacitás megfeleződik. Tehát nem az a kérdés, hogy szükség van-e Paks 2-re, hanem hogy még milyen további erőművek épülnek. A hazai erőműpark legjobban teljesítő egysége Paks kihasználtsága évek óta 90% körül vagy afelett van. Az új blokkokkal Magyarország villamosenergia ellátásának biztonsága nő, hisz az áram forrása az ország határon belülről lesz biztosítható. Összegezte az államtitkár. Elfogadta a pécsi közgyűlés az idei költségvetést. A tavalyihoz hasonló összeggel 55 milliárd forinttal gazdálkodhat a város. Páva Zsolt elmondta, ez egy takarékos költségvetés, de biztosítja a normál működést. A polgármester hozzátette, növekedtek az állami normatívák, melyből valamennyi plusz bevétel származik, és idén sem lesz adóemelés. Takarékos, szűk, de a normál működés feltételeit megteremti. Így írta le Páva Zsolt Pécs idei költségvetését. Március 14-én mintegy egy órás vita után fogadta el a közgyűlés az 55,3 milliárdos büdzsét. A polgármester kiemelte, alapos előkészítő munka után alakult ki ez a tavalyihoz hasonló költségvetés. A város nem tervez ingatlan értékesítést, így nem ezzel hozták egyensúlyba az összeget, tette hozzá Páva Zsolt. Azt láthatjuk, hogy ennyi emelkedtek az állami normatívák. Tehát kicsit több a bevételünk ilyen szempontból. Jók voltak a tavalyi adóbevételi számok, ezt szeretnénk idén újra megismételni. Gyorsan itt mondom, ha már adókról van szó, hogy idén sem lesz adóemelés, tehát az adószintek és értékek változatlanok. Bár a költségvetés váltotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben, egy másik fontos döntésről is beszámolt a polgármester. Ez az úgynevezett LIFE projekt. Ennek célja a levegő minőség javítása. Ennek érdekében azt szeretnék elérni, hogy minél több pécsi átálljon a napenergia használatára. Ugye most már egy elterjedt, a világon elterjedt forma ez. Lesz egy olyan hozzáférés mindenki számára, egy térkép segítse, hogy rá tud nézni a saját területére, a saját lakóházának a tetejére, vagy a közösségi ház tetejére, hogy hol vannak felületek, hova lehet építeni, és ennek lesz egy ilyen térinformatikai, tehát térképes hozzáférési lehetősége. Miután megtörténtek ezek a felmérések, pályázat útján lehet kialakítani a napenergia rendszert. A projekt megvalósítására 8 év áll rendelkezésre 60%-os uniós támogatással. A pécsi partnerek összköltségvetése erre a programra több mint 1,5 millió euró. Sikeres a Somogy megyei foglalkoztatási paktum. Eddig 460 embert sikerült bevonni a programba, közülük 360-an munkába is álltak. Az egészségügyi és szociális területen egyaránt segítik képzésekkel és elhelyezkedési lehetőségekkel a program résztvevőit, hangzott el a Kaposváron rendezett tanácskozáson. A paktum rendszerébe 84 szakképesítést vontak be, ezek közül az eddigi tapasztalatok szerint nagy kereslet mutatkozik az építőipari dolgozók iránt, de az idegenforgalom területén is van álláshely, főként a siófoki balatoni térségben, hangzott el a kaposvári eseményen. A csúlgói és barcsi térségben leginkább az agráriumban van szükség dolgozókra, de gépipari cég és benzinkút is keres munkaerőt. Berzencén az idősek otthonában egészségügyi területen volt szükség alkalmazott, mondta Huszti Gábor, a paktum irányító csoportjának elnöke. A képzésekben is tudunk együttműködni, és a képzések után
gyakorlatilag föl tudják venni ezeket az embereket. Ugyanúgy Nagyatár térségében is volt egy ilyen projektünk, ahol egészségügyi ápolókat képeztünk a kórház keretein belül, és most ezek az emberek ott dolgoznak a kórháznál. A Somogy megyei foglalkoztatási paktum célja nem csak a képzések megvalósítása és a munkához segítés, hanem az is, hogy a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra irányítsák a programba résztvevőket. A 460-ból már 360 jelenleg is munkát végez, és ami ettől fontosabb, hogy 160 kikerült abból a rendszerből, ami a paktum segítségével, illetve a paktum irányítása alatt zajlik. Tehát ez a 160 fő már önállóan végzi azt a fajta tevékenységet, amit alaphelyzetben mi előirányoztunk magunk számára, hogy elsődleges munkapiacban önállóan álljon meg a munkavállaló a lábán. A paktum teljesítéséig még 2 év van vissza, addig összesen 1217 embert vonnak be a programba, azzal a céllal, hogy minél többen álláshoz jussanak a munkaerőpiacon. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Matt Mark ezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva a galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Vélhetően beszámítható a szekszárdi gyerekgyilkos, tisztában lehetett a tette következményeivel. Szigorítás, bűncselekmény lehet az illegális hulladéklerakás minden formája. Kevés adó, sok berendezés, jobban figyelnek az otthoni pálinka főzésre. A dán Viborg lesz a következő ellenfél, az EHF kupa elődöntőjébe jutott a Siófok KC. A legszigorúbb letöltendő fegyházbüntetést kér az ügyészség az ellen a férfi ellen, aki tavaly június végén ittasan a fegyverével rálőtt a szomszédos házon dolgozó ismerősére. A vádlottnak sem a lőfegyverhez, sem a lőszerhez nem volt engedélye, emellett a rendőrök a házkutatás során egy ugyancsak illegálisan tartott II. Világháborús páncéltörő löveget is lefoglaltak tőle. A férfinak ezért most az emberölés kísérlete mellett robbanószerrel visszaélés és más büntettek miatt is felelnie kell. Bilincsben kísérték ki a bíróságról a rendőrök tavaly nyáron azt a férfit, aki a gyanú szerint rálőtt régi barátjára Dunakömlődön. Tetteiért most ismét felelnie kell, miután ellene a Tolna megyei főgyészség a napokban emelt vádat. Takaros kis ház, itt dördült el a lövés. A sértett és egy ismerős a tetőn dolgoztak épp, amikor ezt meghallotta a szomszédban lakó, velük jó kapcsolatban lévő elkövető, aki már ekkor ittas volt. A vádlott többször is átment hozzájuk a délelőtt folyamán, hogy beszélgessen velük.
Ezek miatt is a két férfi minden alkalommal őt hazaküldte, ne zavarja őket a munkában, amin a sértett egyre inkább megsértődött, és egyik alkalommal, amikor visszatért, akkor meg is ütötte a sértettet. Később addig hergelte magát, míg magához nem vette a távcsővel és házilag barkácsolt hangtompítóval ellátott kis puskáját, és a saját udvaráról rálőtt az áldozatra, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. De nem csak emiatt kell felelnie, ugyanis a fegyvert, amivel leadta a lövést, és a lőszereket is engedély nélkül tartotta otthon. Sőt, ugyancsak engedély nélkül beszerzett egy második világháborús robbanóanyaggal felszerelt löveget is. Így most már emberölés kísérlete, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés büntette mellett a robbanóanyaggal visszaélés is szerepel a vádiratban. Az ügyészség fegyházfokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabását, illetve a közügyek gyakorlásától eltiltását szorgalmazza halmazati büntetésül. A meglőtt férfi azóta már jobban van, de a máját ért lövés miatt maradandó károsodást szenvedett. Vélhetően beszámítható a szekszárdi gyerekgyilkos, akár 20 év börtönt is kaphat a 6 éves unokahúgát megerőszakoló és megölő 19 éves férfi. Úgy tudjuk, hogy épelméjű, vagyis a törvény előtt felelhet tetteiért. Bár a gyilkost vizsgáló igazságügyi klinikai szakpszichológus az ügyről konkrétan nem beszélhetett, annyit azért elárult, mi motiválja az embereket a gyilkolásra és arra, hogy egy gyereket szexuálisan bántalmazzanak. Mosolygott és a nyelvét öltögette a kameráknak a 6 éves unokahúgának meggyilkolásával, megerőszakolásával gyanúsított 19 éves férfi, amikor a bíróságra vitték a rendőrök. Gyerekes viselkedése és maga az eset kapcsán pszichés betegségről, antiszociális személyiségzavarról kezdtek el beszélni a szakemberek, és arról, hogy az ilyenfajta gyilkosság igen nehezen megelőzhető, hiszen nem látható előre, hogy ilyen súlyos bűncselekményt fog elkövetni valaki. Bár a gyilkost kivizsgáló Kitanics Márk igazságügyi klinikai szakpszichológus az ügyről konkrétan nem beszélhetett kameránk előtt, elmondta, mi motiválja az embereket a gyilkolásra és arra, hogy egy gyereket szexuálisan bántalmazzanak. Azt tapasztaljuk, hogy ha van szexuális indítatás egy cselekménynek és az emberüléssel végződik, az két ok miatt történhet. Az egyik ok az, hogy a személy, aki a szexuális cselekménynek a sértetje, ő nem engedi magát, és ez odáig fajul, hogy ennek kapcsán ugye az életét elveszti. A másik lehetőség pedig az, hogy miután megtörtént a cselekmény, utána kvázi eltűnt a nyomokat, és ennek kapcsán ugye megöli a szemét. Alapvetően minden esetben vizsgálják, hogy a gyilkosnál fennáll-e pszichés probléma. Hiszen ez a büntethetőségének a mértékét csökkenti, illetve akár kizárja ennek a lehetőségét. Hogyha ezen túl vagyunk, és azt látjuk, hogy büntethető a személy, akkor viszont a személyiség struktúráját kell megvizsgálni, hogy mi vezetett ide, hiszen a bíróság azt is értékeli, hogy milyen egyéb körülmények vannak, amelyek egy adott cselekményben szerepet játszanak. Információink szerint a gyilkos nem pedofil, hanem a benne felgyülemlett hatalmas szexuális feszültséget vezette le 6 éves unokahúgán. Televíziónk úgy tudja, hogy a 19 éves férfi egy 11 éves gyerek szellemi szintjén áll, és 60-as IQ-val rendelkezik. A gyilkos azonban épelméjű, nincs tudatzavara, tisztában kellett lennie tettének helytelenségével, hiszen egy 11 éves gyerek is tudja, hogy nem ölünk embert, és milyen következményekkel járhat egy ilyen brutális gyilkosság. Ez alapján vélhetően a férfi a törvény előtt beszámíthatónak minősül, vagyis büntethető. Tettéért akár 20 év börtönt is kaphat, tényleges életfogytiglanra pedig azért nem ítélhetik, mert még nem töltötte be a 20. életévét. Tudnia kellett a szekszárdi gyerekgyilkos anyjának arról, hogy a 19 éves férfi megölte a saját unokahúgát, mert csuromvéres ruhában ment haza, és azonnal lezuhanyozott, ezt mondta az áldozat nagyanyja stábunknak. A meggyötört nő biztos abban, hogy a támadó megerőszakolta a kislányt, mielőtt végzett vele. Mécsesek az asztalon, székek a tűznyomai körül és gyerekjátékok. Egész éjjel virrasztottak a Szekszárdon meggyilkolt 6 éves kislány rokonai. Nem tudják feldolgozni, hogy az áldozatot brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg a saját 19 éves unokatestvére. A kislány nagyanyja azt mondja, a gyilkos anyjának és a testvérének is tudnia kellett arról, hogy mi történt. Most a maga nem vesz észre, hogyha úgy megy be, most a fia mondjuk, hogy a hátba oda megy, hogy néz ki, és ő mindjárt meghűldik. És utána még átment a lányomhoz, mintha semmi sem történt volna. A kislány rokonainak egyelőre nem árulták el a rendőrök, hogy a támadó szexuálisan bántalmazta az áldozatot, ám ők biztosak abban, hogy arra is sor került a gyilkosság előtt. Hát állítólag 100%.
A 19 éves gyilkost úgy tudjuk, azóta már átszállították Budapestre az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe. A meggyilkolt kislánytól szerdán vesznek végső búcsút a hozzátartozói, ezt követően el akarnak költözni az utcából, ahol a gyilkosság történt. A pécsi járási ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy helyi férfi ellen, aki Pécs belvárosában verte meg korábbi haragosát. Az esetet egy kültéri kamera is rögzítette, a nyomozás során nem derült ki pontosan, mi a nézeteltérés oka, azonban a pofoszkodót akár 2 éves szabadságvesztéssel is sújthatják. Tavaly novemberben készült ez a felvétel Pécsett az Uránia Mozé előtt. Itt vette észre a vádlott az utcán gyalogosan közlekedő ismerősét, akivel korábban összeveszett. A férfi a tehergépkocsival áttért a menetirány szerinti baloldalra, és a sértett előtt megállt. Kiszállt, és rögtön egy pofonnal nyitott. A férfi ennek következtében a földre esett. Az elkövető ekkor a földről fölrántotta a férfit gépkocsijához, nyomta, majd hangosan szidalmazta, és egy alkalommal ismételten megütötte. Ezt követően a további szidalmazásokat követően végül is a kocsitól ellökte, visszaszállt az autóba, majd a helyszínt elhagyta. Az elkövetőnek a cselekménye a garázdaság vétségének megállapítására alkalmas. Ezért 2 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. A 36 éves férfi korábban már pénzbüntetést kapott garázdaságért. Éppen ezért most az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasol kiszabni ellene. Öngyilkosság a közösségi médiában való csúfolódás miatt, prostitúciót takaró, sok pénzzel kecsegtető külföldi munka, sexting, személyes adatokkal való visszaélés. Többek között ilyen témákra hívja fel a figyelmet a rendőrség új kampánya, amiben olyan ismert youtubereket vontak be, mint a több százezer követővel rendelkező Kovács Zsolti. A cél az áldozattá válás elkerülése. Beát mindenki szerette. Gyönyörű volt, de gonosz. Csúfolt és hangosan kacagott. Egy túlsúlyos kamatlány ért támadásokat, majd pedig az ezek miatti öngyilkossági kísérletét mutatja be az egyik kisfilm, amit a gyerekeknek vetítenek a rendőrök. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság új kampányába az ország legismertebb youtubereit is bevonták. Full film, olyan, mint az eredeti, csak ez ugye műanyagolyókat lő ki? Egyébként ez is csíp. Kovács Zsolti internetes közösségekben ismert celeb videójára, amiben azt próbálta ki, mekkora fájdalommal jár egy airsoft lövés, közel 400 ezren, Sirius alias Gergely Viktor videójáték tesztjére pedig 200 ezren kattintottak a YouTube-on. A hatóságok a két influencer népszerűségét használja fel arra, hogy felhívják a figyelmet az internet vagy éppen a sexting veszélyeire. Egy bűnmegelőzési projektben veszünk részt, hála az égnek, én nagyon-nagyon szeretem az ilyen... Azokat a beszélgetéseket, meg azokat a körülményeket, amikor kimozdulhatunk abból a skatujából, amiben beraknak minket, mert ugye játékosok vagyunk, és tehetünk, tehát használhatjuk az elérésünket valamilyen ilyen hasznos dologra. A belügyminisztérium pályázatán elnyert pénzből megvalósított programban videókkal tarkított zenés foglalkozásokat, kerekasztal beszélgetéseket tartanak diákoknak. A szerfogyasztásról lesz szó, az iskolai zaklatásokról, az internet biztonságról és a prostitúcióról is szó fog esni, de a beszélgetésben eddig ugye már több programunk lebonyolításra kerül, észrevettük azt, illetve tapasztaltuk, hogy a beszélgetés során további témákat is elő tudunk venni, mint például a sexting, az, hogy a gyerekek milyen tartalmakat töltsenek föl magukról, vagy éppen ne töltsenek föl magukról az internetre. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság által indított programban közel 4000 7-es, 8-os, 9-es és 10-es diák vesz részt Tolna, Somogy és Baranya megyében. Bűncselekmény lehet hamarosan az illegális hulladék lerakás minden formája. Most a törvények megkülönböztetnek enyhébb szabálysértésnek számító hulladék lerakást, amiért csak pénzbírság szabható ki, és súlyosabb büntetteket is, amikért akár 5 év börtönt is lehet kapni. A tervek szerint a jövőben viszont már mindenféleképpen börtön járna annak, aki illegálisan helyez ki szemetet a természetbe. Bár januárban még hót akarta, mégis jól látszott, hogy halmokban állt az építési hulladék Bátaszék határában. Több mint 350 köbméternyi szemét borította csak ezt az egy területet. Az eltakarításához pályázati pénzre volt szüksége a városnak, amit 500 000 forinttal még ki is kellett pótolniuk. A beérkezett árajánlatok figyelembevételével 3 000 000 forintra nyújtottuk be a pályázati
pályázatunkat, ez a maximálisan pályázható összeg. Tolnán is régóta küzdenek az illegálisan lerakott szeméttel. Ezek a felvételek szintén januárban készültek. Az itteni önkormányzatnak is pályázati pénzre volt szüksége, hogy felszámolják a szeméthalmokat. Mi évről évre kitisztítjuk ezt az árkot, és ugyanilyen szorgalmasan az emberek vissza is töltik illegális hulladékkal. Gyakorlatilag mindenféle hulladék megjelenik ebben az árokban. Tolna megyében tavaly több mint 60 esetben indította a rendőrség nyomozást illegális szemétlerakás miatt. A mostani törvények szerint ezek közül sok jogi értelemben véve szabásértésnek számít, amiért csak pénzbírság szabható ki. A szigorúbb büntettek körébe csak akkor tartoznak az ilyen esetek, ha például veszélyes hulladékot helyez ki valaki a környezetébe. A kormány civil szervezetek bevonásával már dolgozik egy jogszabálymódosításon, ami szerint minden illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számítana. Ehhez a hulladék jogi fogalmát kell elsőként módosítani. A szabálysértési törvényben szereplő meghatározás szerint ugyanis jelenleg például a szennyvíz nem számít hulladéknak, miközben nyilvánvalóan veszélyes a környezetre. További részletek miatt kerestük a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségét, akik azt elismerték, hogy valóban részt vesznek a jogszabálymódosítás kidolgozásában, ám többet nem árultak el. Annyi biztos, hogy a módosító javaslatot nagyjából fél év múlva szeretnék a parlament elé vinni. Az otthon főzött pálinkák után csak 8 millió forint szeszadó folyt be tavaly, miközben 100 ezer hazai pálinka főzőberendezés van az országban, ezért több ellenőrzésre számíthatnak az otthon főzők a NAV-tól, mondta a Kameránknak az egyik pálinkaház vezetője. A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a szükséges adók megfizetését bizonyító iratokkal jelenjenek meg a különböző versenyeken a pálinka főzéssel foglalkozók. A Pálinka Nemzeti Tanács most éppen számolgatja a bevétel kiesést. Nem csak a pár milliárdról van szó, ami az adó miatt kiesett a kasszából, hanem ugye ennek van egy áfa vonzata is, illetve a bérfőzéknél egy jelentős befizetett adó vonzata is, és ez több 10 milliárdra is rúghat ez a bevétel kiesés. És ezért felhívjuk a versenyt rendezők figyelmét, hogy a beérkező pálinkákhoz, ha lehetséges, akkor bérfőzési lap másolatot, illetve az otthon főzött pálinkáknál bejelentett berendezés, ugye ez egy elsődleges cél, és a bejelentett berendezésen lefőzött pálinkára megvásárolt adójegy vagy adójegy másolatot csatolni kell a pálinka versenyeknél. Pécsi Tudományegyetem első hazai egyetemként csatlakozott a virtuális erőmű programhoz. A projektet az Európai Unió a három legjobb fenntartható fejlődési témájú energiahatékonysági program egyikének nyilvánította. A témában 6 magyar egyetem részvételével Green Workshopot rendeztek, ahol a Zöld Egyetem program szakemberei megosztották tapasztalataikat. A virtuális erőmű program Magyarországon és Európában is a legszélesebb társadalmi és szakmai elfogadással, valamint támogatottsággal rendelkező energiahatékonysági és megújuló energetikai program. Vállalatokkal, intézményekkel, önkormányzatokkal és most már nemzetközi szervezetekkel együtt dolgoznak, mondja Mezősi Balázs operatív igazgató. Az energiahatékonyság és a megújuló energetikai beruházások eredményeképpen létrejövő megtakarításokat összegyűjtsük, bemutassuk, elismerésre alkalmassá tegyük és díjazzuk. Egy ilyen díjazási folyamat volt az is, aminek eredményeképpen egyébként a hazai egyetemek közül az elsőként a Pécsi Tudományegyetem elnyert az energiahatékony intézmény díjat, ami azt gondolom, hogy nem csak egy elismerés az eddigi munkának, hanem egy közös munka következő fázisának indítása is egyben. A virtuális erőmű program is folyton fejlődik, egyre több változatos új pályázati és program lehetőséget kínálnak, úgy a tudás, mint a különböző támogatottsági lehetőségek iránt. Együttműködési, koordinációs lehetőségeket is kínálnak, ezzel nagyobb hatást tudnak elérni, mintha egyedül lennének, ezt használja ki a Pécsi Tudományegyetem is. Nagyon bízom abban, hogy ez a projekt ez működni fog. Egyfajta környezettudatos magatartás menedzselésében, fejlesztésében az egyetemnek természetesen kiemelkedő szerepe van, lehet, és meg kell mondjam azt is, hogy rengeteg még e tekintetben a tennivaló. Egy ilyen networkingben van lehetőség arra, hogy olyan ötleteket kapjunk, amelyek megvalósíthatók a mi lokálinkban is,
illetve talán mi is tudunk szolgálni egy-két ötlettel. A Green Workshop fő célja, hogy a magyarországi környezettudatos egyetemek részvételével lehetőség nyíljon a fenntarthatóságra és a fenntartható gazdálkodásra vonatkozó legjobb gyakorlatok, új megközelítések megismerésére. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Központ programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Multidéző jövőkutató tábor gyerekeknek Pécsett. Az ötnapos nyári kaland során a valóság és a fikció szülte történetek világába varázsolunk. Mesék, játékok, kalandok várnak. Megismerheted Pécs történetét, titokzatos ódon épületeit, és ha megfejted az évezredes kódot, választ kaphatsz a lehetséges jövőre is. A tábor júliusban vár, jelentkezés és további információ az info@pecsorokség.hu e-mail címem. Most a Budapest Bár koncertjére invitáljuk Önöket. A zenekar tagjai mindig más élményt nyújtanak, tengernyi dalból válogatnak egy-egy koncertre. A fellépő énekesektől függően más-más a repertoár. Így lesz ez a Zsolnai negyedben is március 22-én. Ezúttal a Farkas Róbert vezette zenekar, valamint Behumi Dóri, Frank, Lovasi András, Mező Misi, Szűcs Krisztián és Pécsett most először Tóth Vera lép színpadra. 50 éve lépett ember a Holdra. Az emberi történelemben először 1969. július 20-án idegen égitest felszínén landolt az Apollo 11 leszálló egysége. Milyen tudományos hasznunk volt az expedícióból? Mit terveznek a Holdon a nagy űrkutató nemzetek? Dr. Gyenizse Péter előadásából ezekre és még sok más érdekes kérdésre választ kaphatunk a Csillagászati héten. A programon élőben is látható lesz Magyarország legnagyobb, nyilvánosan bemutatott holdi meteoritja. Bullás József festészeti munkásságát a nonfiguratív ábrázolás különböző kulturális hatások révén történő megújítása jellemzi. 35 éves karrierje során alkotói technikája folyamatosan változott, megújult. Az Időkerék című, majd 70 művet bemutató önálló kiállítása úgy ad áttekintést fejlődéséről, hogy régebbi munkáit állítja párbeszédbe az új alkotásokkal. A tárlat május 12-ig tekinthető meg a Zsolnai negyed M21 galériájában. Blues koncerttel folytatjuk. A 2007 óta az Egyesült Államokban, Texasban élő Tommy Katona újra hazalátogat és régi barátaival, zenésztársaival, Fekete Attila basszusgitárossal és Somlai Gábor dobossal ad koncertet az E78 klubban, a PMD Blues Band 30 éves jubileumi koncertje alkalmából. Az esemény március 28-án lesz az E78 koncerttermében. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Kovács Béla képmását készítette el egy pécsi művész. Fábos György alkotását a Kovács Béla emlékházban leplezték le. Az eseményen a politikusról elnevezett iskola tanulói is részt vettek. A diákok és az 1956-os forradalom és szabadságharc érintettjei együtt emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. A rendezvényen elhangzott, az emléktábla elkészültét az önkormányzat is támogatta. Kerenem mást, mint egy nagyon nemes vendéget, 1956-os forradalmi szabadságharc későbbi évtizedeken át börtönben volt halálra ítélt hősét, Wittner Máriát, korábbi frakciótársamat, országos képviselőtársamat építettük meg, hogy ővele közösen avassuk föl ezt az emléktáblát, úgyhogy örülök, hogy ezt a fiataloknak tudjuk ma elmondani, hogy milyen örökség birtokosai ők, az immár Kovács Béla általános iskola diákjaiként. Míg néhány évtizeddel ezelőtt menthetetlennek minősítették a krónikus vese problémákkal küzdőket, a dialízis központok működése után senkinek nem kell meghalnia ebben a betegségben. Igaz, a betegek száma egyre nő, közel 700 ezer vesebeteget tartanak számon az országban. A vesebetegség a lakosság 10-14%-át érinti a világon, ez 500 millió, Magyarországon 6-700 ezer embert jelent. A krónikus vesebetegségek számának növekedése a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás és az időskorúak számának növekedésével függ össze. Míg évtizedekkel ezelőtt a vesegyulladások vagy az öröklött betegségek jelentették a megbetegedések jelentős számát, mára ez az arány eltolódott a civilizációs okok miatt kialakuló betegségek felé.
mondta Alma Zoltán, a szekszárdi dialízis központ vezetője. Tolna megyében itt Szekszárdon a nefrológiai szakrendelésen, gondozáson évente 1000-1200 beteget gondozunk, tehát ők azok, akiket egyrészt ellátunk, illetve visszajönnek bizonyos rendszerességgel, akinek súlyosabb fokú vese problémája van, ő akár havonta, van, akit 3 havonta, 6 havonta, van, akit évente, attól függően, hogy mennyire igényli ezt a betegség. A kóros megbetegedések mögött általában a magas vérnyomás, a rossz táplálkozás, a kevés mozgás és a nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel áll. Ezek az életmóddal kapcsolatos betegségek rendkívül károsítják nem csak a veséket, hanem egyáltalán az érrendszert, az érelmeszesedésen keresztül, és akkor itt ugyanúgy beszélhetünk szívinfarktusról, sztrókról, ugyanaz a mechanizmusa ezekben a betegségekben, mint a veselégtelenség, vesekárosodás kialakulása. Még néhány évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag nem maradt esélye az életben maradásra egy vesebetegnek, addig ez mára már régen nincs így. A dialízis központok tevékenysége és a jól Dél-Dunántúlon különösen jól működő transzplantáció sok embernek jelenti az életben maradás esélyét. De nem kell ideig eljutni, mondja Alma doktor. A személyes felelősség és az odafigyelés önmagunkra megelőzi a krónikus vese problémák kialakulását. Az óvoda javára rendeztek jótékonysági bált Mázán. A baranyai településre a helyi és környékbeli szülőket várták. Az est folyamán összegyűlt pénzből játékokat vásárolnak és sószobát alakítanak majd ki az intézményben. A cél, hogy a legmodernebb eszközökkel szereljék fel az óvodát. Jótékonysági bált rendeztek Mázán. Az estre a helyi és környékbeli szülőket várták. A rendezvény bevételét ugyanis a település óvodájának gyűjtötték. Az összeget különböző programokra és a gyerekek komfortérzetét javító fejlesztésekre költik. A bevételből a gyerekeknek szánunk játékokat, illetve egy sószobát szeretnénk kialakítani az óvodában, és ebből célból szeretnénk idén gyűjteni. Ezt a jótékonysági bált már több éve hagyományosan megrendezik Mázán. Az önkormányzat célja, hogy az intézmény a legmodernebb eszközökkel legyen felszerelve. A település óvodájába egyébként 42 gyermek jár nap mint nap. Olyan településről is jár hozzánk gyerek, hál' Istennek, ahol van óvoda, tehát jó a hírünk, és igyekszünk mindig olyan maximális pedagógiai munkát elérni az óvodaik által, hogy a gyerekek jól felkészülten tudják elkezdeni az első osztályt. Az óvodát több alkalommal az önkormányzat is támogatja, tudtuk meg Máza alpolgármesterétől. Radics Ferenc elmondta, pályázatok útján vagy önerőből, de minden évben történnek kisebb-nagyobb beruházások az épületben. Jelenleg egy teljes körű szigetelésre, valamint energetikai korszerűsítésre van szüksége az intézménynek, melyre a település vezetése pályázatot nyújtott be a Magyar Falvak program keretében. Pécsre a kertvárosi Szent Erzsébet plébániára érkezett a bátai szentvérerekje, amely a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve indult körútra a Pécsi Egyházmegye területén. Az 5 nagybőti vasárnapon egy-egy plébánia fogadja, a nagy héten pedig a Székesegyházban lesz látható. Az erekét elviszik a Mohácsi, a Siklósi, a Komlói és a Szigetvári esperesi kerületbe is. Május 18 és 25 között lesz Máriagyüdön, ahol 25-én tartják az egyházmegye első áldozóinak találkozóját. Bizonyos szenteknek is elég népszerűek a kegyhelyei, zarándokjáró helyei, de a szentvérnek nagyon kevés kegyhelye van a világban, illetve nemzetünknek nagyon fontos a magyarság, hiszen az országban ez az egyetlen szentvér kegyhely, amely kiemelkedő jelentőségű, és különleges azért is, mert Jézus erekéje. Tehát valahol ugye a szentek persze hordozzák az Istennek a dicsőségét, az Istennek az erejét, hatalmasságát, de Jézushoz kapcsolódó erekék mindig mondjuk az kicsit magasabb rangú, kicsit nagyobb értékűek, mint a szenteknek az erekéi. Az EHF kupa elődöntőjébe jutott a Siófok KC női kézilabda csapata, miután a hétvégén is felülmúlta a norvég Storhammer együttesét a Balatonparti városban rendezett visszavágón. Bár a Párduc lányok itthon csak egyetlen góllal diadalmaskodtak, összesítésben 8 gólos győzelemmel kerültek a legjobb 4 közé, így április 6-án a dán Viborg csapatát fogadják a döntőbe jutásért. A fiatal román kapusvédései is kellettek a második félidőben ahhoz, hogy a hazai siker is biztos legyen a Kis Szilárd arénában.
A párducslányok bár az első félidőben hengereltek, a második játék részben alább hagyott a lendület, a norvégok viszont új erőre kaptak. Denis a Dedu így értékelte a mérkőzést. Az első fél időben nagyon nagy tempó volt a részünkről, amivel a norvégok nem tudtak mit kezdeni. Aztán a második fél időben, ahogy a mester is mondta, jött ez a skandináv stílus. Jöttek, nem adták fel, mi pedig egy picit kiengedtünk. De úgy érzem, hogy egy picit tudtam segíteni a csapatnak a beállásommal. Fogtam pár labdát, ennek különösen örülök, és persze a továbbjutásnak is. A balatonparti együttes a kettő sikerrel már a legjobb négy között van. A döntőbe jutásért azonban azzal a dán Viborggal kell megküzdenie, amely többszörös EHF kupa és BL győztes, tavaly pedig a dán bajnokság bronzérmese volt. Érthető, hogy tormester így külön készül az áprilisi mérkőzésre. Hosszú-hosszú órákat fogunk videózni, darabokra szedjük a Viborg játékát, ez lesz az egyik része a felkészülésnek. De ami a másik részét illeti, a következő hetek most nekünk arra kellenek, hogy az összes játékosunkat a lehető legjobb fizikális állapotba hozzuk, mert a legtöbb játékos számára az elmúlt években nem volt olyan sorozatterhelés, kettős terhelés, mint ami most van. Úgyhogy most ez a legfontosabb a számunkra. A siófoki párducslányok először április 6-án hazai környezetben bizonyíthatnak a dánok ellen, egy hét múlva pedig Dániában idegenben lépnek pályára a Viborg ellen. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra.